Na, jöhet akkor a negyedik. Amiben... Így első nekifutásban elvisszük a Nasust. A többit meg majd meglátjuk. Oda szépen kirakjuk aztán. Egy kicsit amúgy fáradt vagyok, de semmi vészes, még ezt meg a következőt megpróbálom lenyomni, azt után úgyis kiderül, hogy miként hány méter. Meg egy picit állítottam a hangon, hogy kicsit halkabb legyen itt a történet. Egyelőre így csináljuk. Mi még tudok, hogy utolsó leheletet, akkor nem, akkor félre rakjuk. Ezt megvárom, hogy mi az, amit kidob elsőnek. Mármint úgy, hogy ilyen nyitott van. Mondjuk elvileg most már dobhatja. Az egy könycsepp. A John az jöhet. Az jó, hogyha van. Na nézzük ki mit épít. Itt van ninja. Párbajhős. Szekta. Ninja. Hadúr. Mágus. Párbaj. Számű. Ja, az én vagyok. Miért ennyire jó párbajhős? Ezt nem nagyon értem. Most ennyire jó? Fú, kaptam egy sivonát. Az a helyzet, hogy most itt aztán mindent lehet. De tudok egy ilyet is építeni. Hát egyelőre maradjunk így, jó? Aztán majd mindjárt kombózok itt valamit. Ha már a rendszer nem akar segíteni. Hogy mit építsek. Megtörni a soraikat! Látjátok, ezért jó a John, mert legalább tud adni két emberkére a pajzsot. Ha nem adta volna, hogy gyakorlatilag úgy, hogy van, ez bukó lett volna. Én szerintem. Orgyilkos. Akkor viszont a pajkot ki kellett volna szednem az előzőben. Egyelőre maradunk így, hogy a súlyt azt nem dobom el, meg ezeket se, mert ahogy látjuk itt az emberke azt épít. Orgyilkos, abból lehet csinálni szellemet. Még, ahhoz mondjuk kéne egy Teemo is. A John az jó, hogy van. Tehát az maradhat. Ebben a felállásban. És hirtelen felindulásba egyelőre ezt kirakjuk. Kiszellem még a Teemo. Kindred. Meg a Yumi. Pike, Akali, Kata.
talon. Na, megnézzük. Megnézzük, megnézzük. Valaki vadászt épít? A Diana az nagyon erős. Meg a Sivanám is. De ugye az a jó, hogy van egy Janánk is. Ez nagyon-nagyon sokat segít jelen pillanatban. Na nézzük. Hát innen a Pike kéne. A Kenan se lenne rossz egyelőre. Átmenetileg. Meg az Eden lévő íj se lenne rossz. Hát jó. Akkor elviszem ezt. Annyira gondolkodtál rajta, hogy most elvidd vagy ne vidd el, mi? De szerintem neki csak a cucc kell, ami rajta volt a pályákon. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Rakunk egy célbábut. Oda. Ezt így. Aztán... ebben majd lehet lesz egy higany. Most Timon gondolkodok, igen, hogy Timonra jó a hurikán. A Guinzo is jó. Meg ilyenek. De egyelőre ráérünk. Most ez a vegyes társaság, ez most egyelőre így jó. Egyelőre jó, most jó, jó, most így, hogy ők így vannak. A Diana az jó, az jöhet. Az nagyon jó, hogy van. Ugye egyelőre Katát meg Akalit nem fog dobni a rendszer. Vagy ha 15% esély van rá. Se Yumit, se Kindredet. Mondjuk, hogyha dob, akkor ugye egyszerűbb lesz a történet, mert akkor Yasuo-t szépen fogjuk és levesszük onnan. De egyelőre jó, hogy van ez a Yasuo-nk. És olyan teszik ki az emberkék a célbábut. Pedig sokat segítem. Úgy tűnik, hogy a párbajhős az még mindig erős. Tök jó, kinyitottam a számot az előbb, nem? Jó, Sivan a helyet mehet, és akkor így már van szellemünk. Egyelőre... Kindred az jó. Az most jó, hogy van. Yumi is jó lesz, hogyha lesz. De igazából a szellemből mindegyiket ki kell raknom. Mert ugye azt csinálja a szellem, hogy... mikor varázsolnak, akkor megnöveli a támadási sebességét mindenkinek. Jó. Hát si van a hello. Szintezünk egyet. Egyelőre így.
Necces lesz. Na. Egy pici kellett volna még, de hát mindegy. No. Itt egy pályk. Itt a Teemo. Itt van megint a pályk. Ja, meg itt a Janna is. Itt az Akali. Jó. És ezt jó lenne megnyerni. De sajnos nem megy. Na mindegy. Ki kell pakolni ezt a kettőt, hogy meglegyen az orgyilkos négy. Az egyik szellemet be kell húzni. Kindred mennyit sebez? Sokat. De nem annyit, amennyit a Teemo. Jó, legyen egyelőre így. Mindjárt megnézzük. Egy gúnyzó kellene erre a Teemóra, hogy gyorsabban csinálja a dolgokat. De egyelőre jól állunk. Tehát egyelőre nem állunk annyira rosszul. Nincs I. Cserébe van Akali. Vagy spatulát viszek. Ugye vagy. De én inkább Akalit akarok. Mert az Akali az baromi erős lesz. Ugye főleg úgy, hogy ninja is. Tehát így ő kap plusz 50-et. Sebzésben meg varázsba is. Úgyhogy Akalira is építhetném az egész csapatot. De majd meglátjuk. Katarina is, nagyon jó. Annyit fogunk csinálni, hogy ameddig nincs meg a Yumi, addig kimmarad a Yasuo. És amint találok egy Yumit, utána kirakom, hogy meglegyen a szellem 4 is. Addig viszont nem. Hú, az a Tristana. Az úgy érdekes lesz. Jó. De sikerült. És azért mondom, most várunk Yumiig. Yumit várunk. Addig jött egy Kindred is. Akkor itt így kitesszük. Nem ezt akartam. Kardok, most kardok jól jönnének, hogyha esnének. De hát, minden nem én fogom ugye eldönteni.
megint egy szektás. A szegény Johnának annyi. És megint várni kéne. Hát, hogyha most jó cuccok esnek, talán, esetleg. Hogy állunk amúgy? Top 4 eddig, oké. Még egy előre. Jaj. Ez túl sok minden. Rohanjuk le őket. Egyelőre építek egy ilyet. És ezt mondjuk rátesszük a... Dianára. Még mindenki szektást épít, töcsém. Vicces. Csak én építek sárkány, bajkeverő, szekta. két szektás is van, öcsém. Vadász felvilágosultak. Diana. Dianából már csak egy kellene. Itt is van. Itt a Pike. Tumi meg a Kindred. Pike az ma kettes, ugye? Ja. És ezt elrakhatjuk. Mégis ez a Kindred csak kell akkor szerintem. Most se fogom kifejleszteni talán most közeljövőben hármasra. A Diana az jól bírja a gyűrődést. Eléggé jól bírta. No. És jött a Yumi. Itt ide rakunk. Yoshu bácsi, legyün. És egyelőre maradunk így. Megvan a szelleme, megvan az orgyilkos, meg van egy kis misztikus, tehát mindenkinek van varázs ellenállása, meg ugye van akkor ninja. És megnézzük akkor így. Kemény ez a Wukong. De szerencsére nem eléggé. Hát ez ilyen vegyes felvágott volt. Na minden, majd átnézzük, hogy ki mit épít mostanában. Pike, Akali. Ott az Akali. Az Akali kellene. Vagy a Pike is jó, de mondjuk inkább Akali. Nagyon jó. Nem fog kiengedni a rendszerbanyek. Jó. Pont erre jönnek. Úgyhogy van esélyem az Akalit elvinni. Hát mondjuk így, nem tudom, hogy milyen táj lesz belőle. Ja, de tudom.
Runen. Vessünk véget ennek. Ami nem a legjobb. De hát mindegy. Lehetne rosszabb is. No. Akkor egy, igen, amivel 400 üzenem varázssebzést okoz neki. Adjunk még annak. Nagyon zsír. Nagyon gyönyörű. Jó, kiszedjük azért ezt is. Hátha. Na végre itt egy Teemo. Pont azon gondolkodtam, hogy kellene ma. Erre dob megint egyet. Jó. Na, most tartunk ott, hogy szintezni kéne. És el kéne érni a 9-est, vagy legalábbis a 8-est el kéne érni. És akkor annyit tudok csinálni, hogy ki tudom szedni a... Tehát kiveszem addig a Janát. Tehát hogyha most esik valamikor egy talon, a közeljövőben, akkor kiszedjük a Janát, kitesszük a Katát meg a talont, és akkor meg lesz, úgymond az orgyilkos szellem. Nagyon jó. Alakul, alakul. Most jó kis előnyt tudtam magamnak így kiépíteni. Így most egy darabig most itt meg tudunk maradni így a 63 HP-n. 12% van rá, itt meg 30%, úgyhogy egyelőre maradunk nyugodtan. Szintezünk egy picit. Mert ugye minél előbb el kell majd érnem a 9-est. Jas volt addig, mert nem fogom eldobni, mert valaki ugye nagyon-nagyon építi. Ugye mutattam is, hogy itt van bajkeverés, igen, itt vannak a szektás, két szektás is van, van egy vadász. Valaki itt nagyon építette a Jas volt, itt is van ugye a kollega. Na nézzük. Hát... ...460-at sebez. Ordozó varázslatai kritikust okoznak, és 40% bónusz sebzést okoz kritikus csapásával. Na, mondjuk ez jól hangzik. Jonos szikla. Fagyos szív. Mindjárt átgondolom, hogy mit építsünk, meg hogy kire rakjam. Valószínűleg, hogy a Dianára lesz rakva. Mert ez itt egy probléma, ez az Olaf. Ez itt egy probléma, ez az Olaf. Bocsi, Teemo. Megfagyos szívet. Legyen. Szóval berakjuk ide. Már csak egy talon kéne. Na, csak egy talon kéne. Jó, a Diana az nagyon-nagyon szépen csinálja a dolgokat. Jó, ez a szektás, ez el lesz intézve. Az nagyon jó. Nézzétek meg az Akali mennyit sebez. Rengeteget.
És mindjárt vagy jön a közös. Hát majd jó lenne egy íjat összeszedni, vagy egy gúnyzót, vagy bármit. A Timóra mondjuk. Kata megvan. 20% van egy talóra. De szinteződök. És várunk. Ezt a pár kört azt még túlélem. De mint valószínűleg, hogy én vagyok az első. Pontszámügyileg. Az Yumi az nagyon-nagyon jó szolgálatot tesz, az biztos. Szépen kigyógyítja itt a népet. Na most a Kindred sebezte a legtöbbet. Na nézzük. Itt a Guinzo. Hát igen, nekem az kéne. Hogy másnak is. Azért ezt a pofátlanságot. Jó, elvisszük akkor ezt. Rátesszük az Akalira. Viselője a varázslat elsütés után 20 manát kap vissza azonnal. Tehát gyakorlatilag most az Akali az egyfolytában nyomatja a 450-et. Majd mindjárt megnézzük. De hogyha számításaim helyesek, akkor elvileg így. Akkor így van, ahogy most itt az előbb elmondtam. Jó, hát a top 4-ben benn vagyunk. Az Akali az folyamatosan nyomta izét, az ultiát. Úgy tűnik. Na, a te Sivonád vagy az én Dianám? Az én Dianám. Samira Kindred, igen, top 4 megvan. Jó, igazából itt nem kell most nagyon felszínteznem magamat, most elég nekem itt várni. Kimaradt, bajkeverő. Az, igen, meg a vadász, aha. Ezt nem biztos, de várjál, nem, ezt nem biztos, hogy el tudom intézni. Bárki tudja. Most pont ellene megyek. Oda hátra be tudok ugrani. Ugye be tudnék ugrani a Dianával. Igen, ez itt egy kicsit problémás. Úgyhogy ezt majd valaki másnak kell intézni. Itt az Akali. Meg egy Kata. Az jó, az jó, az jó. Az a cuccos otta, ne? Az még a Timóra is jó lenne. Egyelőre jól állok. Darius, az nekem nem kell. Itt a talon. Shoujin, az a pályára jó lesz.
orgyilkos szellem. Készek vagyunk egy kis felvilágosodással, egy kis misztikummal, egy kis ninjával. Kár, hogy nem sokra elég. Hú, mennyit alontad. Na jó, nézzük. Bajkeverők, hát az necces. Ez is necces, meg ugye ez is az volt. Hát mindegy, lesz, ahogy lesz. Sokat már nem tudok ezen változtatni. Jó, ez az ember kezd kiesett, nagyon jó. Hát igen, a vadász, meg ezek. Ezek problémásak lesznek. Itt van még egy talon. Itt igazából most már nincs miért itt várakozni. Na vajon? És nézd meg, nem. Egy pici kellett volna, csak nem több. Ez jó lesz. Rátesszük a témóra, hát hogyha gyorsabban tud majd... Tudja majd nyomatni a dolgokat. Jó, most annyit tudok még egyelőre csinálni, hogy talán a második helyre be tudunk esni. Valahogy. Na, szrok már. Na, így talán jók leszünk. Itt van megint egy talon. Az a gond, hogy nem esik még egy kata. Pedig az jó lenne. Na, top 2. Top 2 megvan. Nem akar kata esni. Ott vanni. Na. Ennyit változtattam a helyzetünkön. Na most a kata viszonylag jobban darált, mint eddig. De hát nem volt elég. Nem baj, második hely, teljesen jó. És ezzel mindjárt megnézzük, hogy
mennyit kaptunk. Ebből most voltam bronz 3-ba. És most vagyok... bronz 1-ben? Nagyon jó. Na, hát akkor már csak egy van hátra. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan fog alakulni.